A Mi Hazánk mozgalom tiltakozik az ellen, az ítélet ellen, amelyet ismételten egy román bíróság hozott a két Székely vármegyés vezető ügyében, akikre ezek szerint még az sem vonatkozik, ami köztörvényes bűnözőkre vonatkozik, hiszen nem helyezték őket feltételes szabadlábra, annak ellenére, hogy kifogástalan jó magaviseletet tanúsítanak a börtönben, illetve ledolgozták már azt az időszakot, ami még hátra van a büntetésükből, de azt láthattuk már eddig is, és az teljesen nyilvánvaló, hogy Romániában egy koncepciós ítélet történt, amelynek a célja az, hogy az egész erdélyi magyarságot megfélemlítsék azzal az egészen elképesztő, mondjuk Magyarországon az 50-es éveket idéző koncepciós üggyel kapcsolatban, amelyet egy lehallgatott kocsmai beszélgetésre, illetve hamis tanukra alapozva egy néhány szilveszteri petárda alapján hoztak meg. Felszólítjuk a magyar kormányt arra, hogy tegyen meg mindent ennek az ügynek a rendezése érdekében. A magyar kormánynak már többször be kellett volna rendelni Románia nagykövetét, a magyar kormánynak már a nemzetközi fórumok elé kellett volna vinnie ezt az ügyet, a magyar kormánynak a magyar adófizetők pénzéből kellett volna finanszírozni azokat a nemzetközi jogászokat, akik minden létező, lehetséges nemzetközi fórumon megpróbáltak volna, illetve megpróbálnának fellépni az igazság érdekében. A Mi Hazánk mozgalom, ahogy az előbb fogalmaztam, elfogadhatatlannak tartja a brassói bíróság mostani ítéletét is, és a két Székely vármegyés azonnali szabadonbocsátását követeljük.